7 ember, köztük egy újszülött meghalt a dél-ukrajnai Herszon régió elleni orosz rakétatámadásban, közölte Igor Klimenko ukrán belügyminiszter. Az áldozatok között vannak az újszülött szülei is, több sérültet pedig kórházba szállítottak. A helyi hatóságok közlése szerint több orosz csapást mértek Herszon különböző területeire. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, vasárnap este 6 óráig csak Herszon régióból 17 jelentés érkezett ágyúzásról. Az oroszok támadták még Mikolajiv megyét, Zaporizsját, a Dombászt, Harkiv megyét és további határmenti településeket is. Az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeszk agglomerációjában ukrán lövedékek oltották ki egy férfi életét, egy nő pedig megsebesült. Egy vidéki házatért támadás során közölték a megszállt területek Moszkva által kinevezett hatóságai. A helyi média azt állítja, hogy az ukrán fél több mint 100 amerikai gyártmányú 155 mm-es lövedéket lőtt ki a térségben, köztük kazettás lőszereket is. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az Ukrajnával határos Belgorod megye légterében 3, Kursz megye felett pedig egy ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem. Volfino községben 3 civil megsebesült a Kursz megyei kormányzó közlése szerint.